Én is mindenkit. Hát már minden igazából elhangzott, amiért mi fontosnak tartjuk, úgyhogy csak néhány dolgot fűznék talán hozzá. Most három forgalmazó nevében beszélek itt, és hát elég ritkán van olyan, hogy konkurenseim nevében is beszélhetek. Ugye mi gyakorlatilag nap mint nap küzdünk a nézőknek a figyelméért, illetve a mozikban való minden jobb időpontokért, de ennek ellenére itt összeálltunk és összeraktunk egy 63 filmből álló listát, amiket mi tényleg is pontosan el is hangzott, adunk ezeknek a helyeknek, 19 települése. És hát, hogy ez miért tartjuk ezt fontosnak, hogy miért ajánlottuk ezt, és miért álltunk össze így együtt. Nek több oka is van. Ahogy Ártitelő is mondta, a filmértő közönségről, amikor pár szót szólt, hát nyilván nekünk elsősorban ez a közönség a legfontosabb, hogy legyen, aki nézi a mi filmjeinket később is, ugye, főleg magyar és európai ártfilmekkel, művészfilmekkel, független filmekkel foglalkozunk, és emellett az, hogy ki is neveljük valahogy ezt a közönséget, hogy évek múlva is legyen közönségünk, tehát nagyon szimpatikus volt nekünk a programban az, hogy a fiatalokat célozza meg. Emellett nekünk ugye elsősorban az ártmuzikkal van kapcsolatunk, és az ártmuzik az elmúlt években egyébként egyre szebb eredményeket érnek el, és nagyon fontos kulturális missziót végeznek, de ugyanakkor el kell mondani azt, hogy sajnos lehetetlen az egész országot az ártmuzikkal lefedni, ez nem is lehet cél szerintem. Nagyon fontos az, hogy azokon a kisvárosokban, vagy akár falvakban, ahol nincsen lehetőség megnézni közösségben, legálisan a filmeket, ott teremtsük meg ezt a lehetőséget, és ezt segítsük. Nagyon bízunk benne, hogy tényleg ez a 19 települést érintő mintaprogram után majd mindegyik megyében több tucatnyi olyan helyszín lesz a későbbiekben, ahol akár nem is csak ez a 63 film, hanem több száz film is el tud jutni. Illetve az is nagyon fontos a számunkra, hogy itt nem csak a filmeket megnézéséről van szó, hanem a filmeket fel is dolgozzák. Gyakorlatilag egy filmklub vagy intenzív filmklub formában. Nyilván ez nagyon sokat segíti azt, hogy ezek a fiatalok, akik részt vesznek ezeken a vetítéseken, a programban részt vesznek, ők utána tényleg filmértő közönségé váljanak. És hát sajnos el kell mondani, hogy most egy sikeresebb művészfilmnél is gyakorlatilag a Magyarország lakosságának kb. A kétharmada olyan településeken él, ahol nincsen vetítés ezekből a filmekből, mert egyszerűen nincsen ártmozi, és nem kerül műsorra, tehát nem kerülnek műsorra ezek a filmek, nincs hol vetíteni őket. Ugyanakkor pedig itt van ugye az intézetnek ez a hálózata, amit nagyon szívesen használnánk arra, hogy ezek a filmek eljussanak a közönséghez, a mostani filmértő közönséghez és a jövő filmértő közönségéhez. Köszönjük szépen!